Ez az idézet a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslatából származik, olyan más észrevételek együtt, amit szintén nagyon fontosnak tartok. Még egy idézet. Alapvető és már a jogilag is részletesen kidolgozott követelmény, hogy a környezeti hatásokat elviselni kénytelen lakosság az életfeltételeit alapvetően meghatározó környezethasználatok vonatkozásában érdekeit képviselhesse. Tisztelt Országgyűlés! Befejezésként engedjék meg, hogy összefoglaljam az általam fontosnak tartott elveket. Az alkotmány legünnepélyesebb része a preambulum, amely utal mindazon értékekre, amelyeket a nemzet magáénak ismer el. Az alkotmány tervezet szerint a preambulum utaljon legfontosabb értékeinkre, a demokrácia, a jogállamiság és az alkotmányosság értékeire. Javaslatom szerint ez a rész továbbá tartalmaznia kelljen kiemelt védelmet jelentő alapjogként a jövő nemzedékek érdekeire való utalást oly módon, hogy az állam az egészséges környezethez való jog elismerésére és érvényesítésére irányuló kötelezettségét a jövő nemzedékek jogainak és érdekeinek biztosításával együtt köteles teljesíteni. A hozzászólásomban felsorolt értékek azonban csak akkor kaphatnak valódi súlyt, ha visszatükröződnek az alkotmány rendelkezéseiben is. Így az alkotmánynak az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos rendelkezéseit javaslom megőrizni és az alábbi pontokkal kiegészíteni. Környezeti értékeink és természeti erőforrásaink a nemzeti vagyon részét képezzék, továbbá az állam legyen köteles a nemzeti vagyonnal a jövő nemzedékek érdekeit biztosítva gazdálkodni. Javaslom továbbá a civil és önkormányzati részvétel jogának deklarálását. Mindenkinek joga van a környezetét érintő döntéshozatalban való részvételre. És végül, de nem utolsó sorban, egyetértek a környezetvédelmének állampolgári kötelességként való megfogalmazásában is, azaz a környezetvédelme mindenki kötelessége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! A televíziós közvetítésre megszavazott időkeret elfogyott. Túllépte Bácskai képviselő úr 3 perc 24 másodperccel. Levonjuk a következő időkeretből természetesen. Már úgy is került a táblára. Az adásidő viszont tart 16 óra 30-ig. Tehát az LMP és az MSZP távol léte az lehetőséget ad arra, hogy mindenki televíziós időkeretbe el tudja mondani gondolatait. Mondom, hogy milyen sorrendben követik egymást a felszólalások. Gyenes Géza, Ékes Ilona, Pőszer Lajos, Csizi Péter, Gyüre Csaba, Szalai Péter, Farkas Gergely, Wittner Mária és Kis Sándor. Természetesen közben 2 perces hozzászólások is lehetnek. Megadom a szót egy Gyenes Géza képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Az állampolgárok egyéni, illetve kollektív alapjogainak egy részének érvényesüléséhez pont az kell, hogy az állam úgymond passzív maradjon, azaz engedje ezeknek a jogoknak az érvényesülését, ne akadályozza ezen jogok érvényesülését. Ezzel szemben bizonyos alkotmányos alapjogok csak akkor érvényesülhetnek, ha az állam aktív, sőt, ha kell, nagyon aktív szerepet vállal a biztosításukban. Ilyen alapjogok az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz fűződő jogok. Ma Magyarországon a megbetegedések és az idő előtti halálozások magas száma, valamint a csökkenő népszaporulat miatti népességfogyás okán az államnak a negatív tendenciák megszüntetése érdekében nagyon aktív szerepet kell vagy kellene vállalni az állampolgárainak egészséghez, valamint az egészségügyi ellátáshoz fűződő jogainak biztosításában. Ha elfogadjuk, sőt, mint hazáját, nemzetét szerető politikusokként azt akarjuk, hogy társadalmi és gazdasági fejlődésünk végső célja államunk polgárai egészségének, jólétének növelése legyen, akkor mind a jelenleg hatályos alaptörvényben, mind pedig a beterjesztett tervezetben szereplőkhöz
képest az alaptörvénynek hatékonyabb eszközöket kell az állam számára előírnia. A tervezetben szerintem mindenképpen visszalépésnek tekinthető, mégpedig azért, mert amíg a hatályos alaptörvény még a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő állampolgári alapjogról beszél, addig a tervezet már csak az államnak a testi és lelki egészség biztosítása érdekében megvalósítható vagy megvalósítandó feladatairól tesz említést. Míg a hatályos alkotmányban megfogalmazott a lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog magába foglalta és foglalja az egészség megőrzésének, támogatásának, a munkaképesség fenntartásához, a betegség esetén a szükséges egészségügyi ellátáshoz, a gyógyításhoz, a krónikus betegségek gondozásához, a rehabilitációhoz való egyenlő hozzáférés jogát, addig a tervezet szabályozási elveiben alapjogok helyett, mint mondottam volt, már csak az állami feladatokról beszél az anyag. A tervezet megfogalmazása ebben a formában nem tudja megakadályozni, netán, hogy az állam egészségügyi feladatkörében történő helytállását a mindenkori pénzügyi gazdasági gondjaival magyarázva szinte korlátlanul szűkíthesse, adott konkrét teljesítési körben akár le is nullázhassa. Ennek kapcsán feltehető a kérdés. A gazdaság van az emberért? Vagy az ember csak eszköz a pénzpiac egyensúlyának biztosításában? Ám ha csak pusztán gazdasági megfontolásaink lennének, akkor sem hagyhatnánk figyelmen kívül, hogy egy további színvonalesésnek kitett egészségügy hogyan befolyásolná az amúgy is rossz egészségi állapotú magyar társadalom gazdasági versenyképességét. Tisztelt képviselőtársaim, a fentiek értelmében tehát a szabályozás elvei közé még besorolni javasoljuk a társadalmi és gazdasági fejlődés végső céljaként az állampolgárok egészségének és jólétének fejlesztését, az ember jogát az egészség megőrzéshez, rehabilitációhoz, az egészség oktatásba való részesüléshez és a mindezekhez való hozzáférés egyenlőségéhez való jogát is. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a módosításainkat majd támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Ékes Ilona képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A magyar alkotmány szabályozási elveivel kapcsolatos általános megfontolás szerint az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja, ugyanakkor nem csak jogszabály, hanem olyan élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát. Azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Ehhez kapcsolódóan az alapvető rendelkezések egyik legfontosabb pillére, hogy az alkotmány elismeri minden ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen szabadságát és alapvető jogait, kiemelt védelemben részesíti a házasságot, mint a férfi és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösségét és az ezen alapuló családot. A család az alapvető jogok, a házasság és a család tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. Mit is jelent ez a szabadság? A szabadság sajátosan emberi magatartások jellemzőjeként az értelemben és az akaratban gyökerező hatalom. Cselekedni vagy nem cselekedni, ezt vagy azt tenni, megfontolt magatartásokat önállóan tanúsítani. Az emberben a szabadság az igazságban és a jóságban való növekedés és érlelődés ereje, ami tökéletességét akkor éri el, amikor a legfőbb jóra, az igazságra irányul. Ez az irányultság hozza el az ember igazi szabadságát, a szív békéjét, nyugalmát, melyre minden ember vágyik. Igaz szabadság csak a jó, az igazság és az igazságosság szolgálatában lehetséges. Az ember szabadsága nem foglalhatja magában
a bármit mondás és a bármit tevés jogát. Jog csak a jóra, az emberhez méltóhoz tapadhat. Nem lehet, hogy előírásai erkölcsileg helytelenek legyenek. Az ember teljes méltóságának védelme és kibontakoztatása a jognak a célja kell legyen. A házasság és a család alapvető feladata az élet szolgálata. A házasság célja a házasfelek java, gyermekek nemzése és nevelése. A világban eluralkodott másféle trend ellenére is ezért kell megőriznünk a családot, a házasságot, mint értéket. Tisztelt képviselőtársaim, fontos tudatosítanunk, hogy az állam van a családért, és nem fordítva. Egyetlen társadalmi modell sem szakíthatja ki központi helyzetéből a családot. A család meghatározó, semmi mással nem helyettesíthető szerepet játszik az élet civilizációjának megteremtésében és segítésében. Az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan erkölcstelen. Az ember életét fogantatása pillanatától a természetes halálig feltétel nélkül tisztelni és védeni kell. Ezt még akkor is fontosnak tartom hangsúlyozni, amikor az abortusz mint lehetőség létezik. Élhetnek vele, és élnek is vele sokan. Az önrendelkezési jog az önártásra nem terjedhet ki, ezért is tartom nagyon károsnak, rossznak az előző kormány által megalkotott művi meddővétételi törvényt. Ha a rész sérül, az egész is csorbát szenved. A gyermek nem akarható úgy, mint egy tárgy. Ez nem fér össze az emberi méltósággal. Nőként, anyaként mondom, fontos a felelősség teljes szexuális magatartás példájának terjesztése lányok, fiúk, nők és férfiak között, valamint annak az elvnek a terjesztése, hogy a férfiakat és nőket közös felelősség terheli a gyermekeik felnevelésében és fejlődésük biztosításában. Korrekt kormányzati intézkedések tehát a nők védelmében, nem az abortuszok könnyebbé és partalánná tételével, a nők testének további tárgyasításával és károsításával érhető el. Szükség van az abortuszok számának leszorítására törekvő nemzeti stratégia kialakítására. A felelős szexuális magatartás kialakításának irányában tett intézkedésekre, ennek meghozatalára mindkét nemre hárulóan. Az abortuszhoz való jog azon jogi fogalmak közé tartozik, amelyek látszólag felszabadítanak. Valójában azonban mélységesen egyenlőtlen helyzetbe hozzák, és így módon is veszélybe sodorják a nőket. A posztabortusz szindróma nem ismeretlen, bár kevesen foglalkoznak a gyógyításával, pedig attól még létezik, hogy nem akarunk tudni róla. A termékenység, mint érték a közgondolkodásban nem jelenik meg, miközben sajnos a statisztikák szerint a magyar párok 30%-a terméketlen. Jelen demográfiai helyzetben a népességfogyás csak felgyorsítja a nők szülési esélyeinek romlása, a szervezetük tönkretétele az abortusz, a sterilizáció és a fogamzásgátlás reklámozása. A társadalmi szemlélet kedvezőbbé formálása, a nehéz helyzetben lévő szülők anyagi, erkölcsi, egészségügyi és szociális megsegítése az egész társadalom javát szolgálja, hiszen növeli a bizalmi tőkét és a szociális érzékenységet. Mindez kedvezően hat vissza a családokra, növeli a gyermekvállalási kedvet, amely a társadalom gazdasági érdeke is. Az állam alapvető alkotmányos kötelessége az élet és emberi méltóság, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség, illetőleg a gyermek, az ifjúság és a házasság, család megfelelő fokozott védelme támogatása. Ehhez kívánok szívből bátorságot és bölcsességet, hogy a szabadságban napról napra emberibb egyensúlyt találjunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő asszony.
2 perccel megadom a szót Zék Árpád Dániel képviselő úrnak, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Apaként különösen örülök annak, hogy a jövő generációk jogai végre szóba kerülhetnek érdemben is ezen vita során. Ugyanakkor meg kell állapítanunk azt, hogy egy alaptörvényben sokkal keményebben, markánsabban kellene ezen jogokat rögzíteni, hiszen csak ebből következhet felelős törvénykezés. A magzatvédelem esetében is az a tendencia szüntetendő meg, hogy egy abortuszt nagyon sokan ma Magyarországon úgy kezeljenek, mint egy fogászati beavatkozást. Tehát igenis az élet szentségét vissza kell állítani Magyarországon. E tekintetben nagyon ijesztő volt a kormányzó pártok között a média berkein belül is kirobbant vita. Van egy olyan félelmünk, hogy a jelenleg még szövegben látható magzatvédelmi kitételek felpuhulnak, kilúgozásra kerülnek, vagy akár ki is kerülnek majd a végleges szövegből. Kérem, erre ügyeljenek, ha van önökben felelősség érzett Magyarország iránt, akkor ez nem fordulhat elő. Népesedési demográfiai vetületben pedig nagyon fontos kiemelnünk azt a félelmünket, hogy eddig is benyújtottunk nagyon sok olyan tervezetet, ötletet, megosztottuk ezeket önökkel, melyek alkalmasak lennének Magyarország népesedési katasztrófa helyzetének elhárítására. Sajnos azonban ezek mégsem találtak hallgató értő fülekre. Miről is beszélek? Például a kokáért a szülőtámogatási életjáradékra, melynek lényege az lenne, hogy az adózó, dolgozó gyermek közvetlenül gyarapíthassa szülei nyugdíját, tehát egy egyértelműen építő konstruktív megoldásról lenne szó. Az anyák számára nem részmunkaidős helyek, hanem rugalmas munkahelyek, munkakörök kialakításának támogatására. A gyermekneveléshez szükséges cikkek áfájának először 5, majd később 0%-ra történő levitele, hogy ne lehessen anyagi akadály a gyermekvállalásának Magyarországon a produktív társadalmi szférában, tehát azok között, akik dolgozni, tanulni, érvényesülni szeretnének. Végül pedig ne feledkezzünk, és ne feledkezzenek meg azokról sem, akik leszakadt, deprimált régiókban élnek, adott esetben a magyar tanyavilágban, a magyar népesedés, a nagycsaládos életforma tartaléka is a magyar tanyavilágban keresendő, és a magyar kiút is ott található, ahol ma a legnagyobb szükséget szenvednek honfitársaink. Kérem, ezt soha semmilyen körülmények között ne hagyják figyelmen kívül. Köszönöm szépen, képviselő úr. Pősze Lajos független képviselő hozzászólása következik. Igen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Hallatszik a... Igen, hallatszik. Igen, mert én nem hallom, hogy hallatszik-e. Szeretnék az alkotmány előttünk lévő elvgyűjteményéhez néhány konkrét kérdés kapcsán hozzászólni, és egy területet pedig részletesebben is kifejtenék, nevezetesen a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó területet. Kezdeném a konkrétumok sorát azzal, hogy javasolnám megfontolni, hogy már magába a preambulumba kerüljön be az, hogy a mindenkori magyar kormányoknak és államnak soha el nem múló felelőssége van a világ különböző részein élő magyarok iránt. Ez hátrébb van, ez az elv a úgynevezett alapvető rendelkezésekben van megemlítve, de véleményem szerint, és valószínű, ezt sokan osztják, ez egy olyan súlyú kérdése a magyarság létének, múltjának, jelenének és jövőjének, amelynek a preambulumban van a helye. Ugyanígy szeretném azt, hogyha az úgynevezett rendelkezési részbe, az alapvető rendelkezési részbe Magyarországnak az európaiságát egy kicsit széllyel választanánk magától az Európai Uniótól, mint intézménytől. Miről van szó? Nyilván nem arról van szó, hogy szembeállítanánk a két dolgot, hanem a jelenlegi megfogalmazásban az európaiság Magyarországnak az európai kultúrához, történelemhez, akár csak fizikai léthez való viszonya úgy tűnik, úgy van átvezetve, mintha ez egy elválaszthatatlan dolog volna az Európai Uniótól. Holott világos, hogy Magyarország az Európai Unió nélkül is Európa szerves része kulturálisan, történelmileg, és lehet, hogy Európai Unió nem lesz 10 év múlva, de Magyarország akkor is az európai ság eszméje mellett kell, hogy működjön, és a voksát oda tegye le. Tehát ennek a megfogalmazását én javaslom egy kicsit körültekintőbben elvégezni. Nem ugyanaz az Európai Unió, amelyben most benne vagyunk, és Magyarország európaisága. A 6. pontban foglalkozik az előterjesztés a honvédelem kérdéseivel.
Nagyon szép, jó dolgokat tartalmaz ez a pont, egy dolgot én hiányolok. Nevezetesen valahogy a jogos önvédelem elvének a megemlítését. Ez sehol nem szerepel az alkotmányban, én legalábbis nem találtam az előterjesztésekbe,